mégis tárgyalna a kormány az IMF-fel, a Nemzetgazdasági Minisztérium beismerte, az eurózóna elhúzódó válsága miatt együttműködésre van szükség a Nemzetközi Valuta Alappal. Közben a Financial Times szerint már csak idő kérdése, hogy a nemzetközi hitelminősítők a bóvli kategóriába sorolják Magyarországot. Ezeken a felvételeken Orbán Viktor még ellenzéki vezetőként tárgyalt 3 éve az IMF képviselőivel. Azóta miniszterelnök lett, és pártársaival együtt folyamatosan arról nyilatkozott, hogy az ország jól megvan a Nemzetközi Valuta Alap nélkül is. A miniszterelnök szóvivője pedig még a hét elején is arról beszélt, nincs arra szükség, hogy a kormány készenléti hitel megállapodást kössön az IMF-fel. Nem ez a gazdaságpolitika van most, mi a pénzpiacokról finanszírozzuk magunkat, és képes Magyarország arra, hogy a saját lábán álljon, mondta Szijjártó Péter a Demokratikus Koalíció felvetésére reagálva. Nem akarják ugyanis, hogy az ország a nemzetközi pénzügyi szervezetek jó akaratától függjön, tette hozzá Szijjártó. Matolcsi György nemzetgazdasági miniszter pedig ugyancsak hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy a magyar gazdaságot nem lehet az IMF-re hangolni. Na már csak azért sem lehet az IMF-re hangolni, mert mélyen elleneznek minden olyan programot, magyarországi döntést, amely kihozza a bankok csapdájából az embereket. Úgyhogy ez a 3 betűs intézmény minden egyes intézkedésünket ellenzi, így hát ha nem is rá, hanem ellene hangoljuk a kormányzati politikát. Most viszont a Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette, a magyar kormány új típusú együttműködésről tárgyal az IMF-fel. A valuta alap képviselői egyébként jelenleg is Magyarországon vannak, a 2008-as hitel megállapodás felülvizsgálata miatt. Azt egyelőre nem tudni, mit jelent az újfajta együttműködés, de a kormány elismerte, hogy az eurozóna válsága miatt szükség van a kooperációra. Visszaszerezhette volna az Orbán kormány a nemzetgazdaság szuverenitását a valuta alap segítségével, de ehelyett gazdasági szabadságharcot hirdettek, ezt mondta a hírre reagálva Róna Péter. A közgazdász szerint a magyar kormány olyan lépésekbe kezdett, amelyek nem tetszenek a piacoknak. Ez a mai igen magas áru államkötvényjegyzésekből is látszik, tette hozzá Róna Péter. Teljesen egyértelmű, hogy az Orbán kormány abban a helyzetbe került, hogy már látja, hogy Magyarország jelenlegi állapotában a piacokról nem lesz finanszírozható, kiváltképpen, hogy a piaci körülmények tovább romlanak. Tehát valamilyen megoldást találni kell azért, hogy ne törjön össze a szerkezet. A közgazdás szerint az utóbbi hetekben egyértelműen látszott, hogy a kormánynak valamit tennie kell ennek a patthelyzetnek a felszámolására. Róna Péter azt mondta, a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből egyértelműen látszik, hogy a Matolcsi-Györgyféle gazdasági szabadságharc megbukott.